Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hát, srácok, jön egy kis update a World War Free nevű játékról. Ugye nemrégiben bemutattam ezt a játékot, és nagyon pozitív szavakkal éltem meg uh, az egészet, és hajlamos voltam ugye a nagyobb vetítás hasonlítani, mint a Battlefield. Mivel, hogy jelenleg a piacon a Battlefielden kívül egy ilyen volumenű játék nem nagyon van, és ugye uh, azért a közösség nagyon-nagyon vágyott vissza a modern harc rendszerhez, legalábbis egy olyan modern harcrendszerhez, modern fegyverek, tankok és a többi, amit a Battlefield 4 is képviselt, csak természetesen egy új köntösben. Ugye ehelyett megkaptuk a Battlefield 5-öt, ami amúgy egy nagyon jó játék, nagyon jó sikerült játék lett, de mindazoknak, akik a modern érára vágynak, azoknak jelen pillanatban vagy visszamennek a Battlefield 4-3-hoz, ami hát meh, már így is sok órát raktunk bele, vagy itt van ez a játék, ez a World War 3 nevezető játék, amit előzőleg is bemutat és ugye ott elmondtam, hogy ez egy tök jó játék, nagyon ambiciózus projekt, és rengeteg-rengeteg um, munka van vele, és egy kis csapatról beszélünk. Egy kis csapat, akiknek van Természetesen tapasztalata az, azon a téren, hogy multiplayer játékokat csináljunk, de ekkor a volumenű projektbe még nincs tapasztalatuk. Ezért mondtam is abban a videóban, ha megveszed ezt a játékot, akkor számolj vele, hogy nagyon bugos, és még sok-sok fejleszteni való van rajta. De ha em ettől el tudsz tekinteni, egy elképesztően jó élményed lesz a játékkal, és ezt azóta se vonom vissza, ez a játék egy nagyon jó élménnyel szolgál. És uh, abban viszont csalódnod kell, hogyha egy Battlefield 4-szerű élményre vágysz. Ez nem Battlefield 4-szerű, sokkal gyorsabban lehet ölni, sokkal hardcore a játék, a fegyverek Komolyabban és nehezebben viselkednek. Itt ebben a játékban a lövés nem olyan ö, könnyű, ö, és nincs annyi segítséged ahhoz, hogy az enemit, illetve a pályatechnikát megtaláld, mint BF4-ben. Úgyhogy a BF4-szerű élményre vágysz, nem, azt nem fog nyújtani, de egy komolyabb, taktikailag sokkal jobban felépített játékot igen fogsz ö, kapni. Egy átmenet, egy átmenet valahol a Battlefield 4 és az Arma, között, mondhatni azt, de inkább a Battlefield 4 felé hajlva, hajlongva, hogy is mondjam, pörgősség téren, viszont komolyabban meg kell gondolod a lépésédet a fegyverek viselkedése miatt, mert a fegyverek viselkedése az jobban haj az mondjuk egy arma felé, ahol jobban kellett kontrollálni a fegyvereket. Most mondtam valamit, hogy így megpróbáljátok elképzelni, hogy nagyjából miért Uh, és hova, hova helyezzétek a játékot lövés, illetve gameplay terén gameplay terén inkább a battlefieldekre hajaz, fegyverviselkedés terén inkább a, a, a szimulátorok felé hajaz uh, az egész, na uh, de, et, de általánosan jó ki van találva az egész játék. Ha szeretnétek több infót kapni a játékor, ugorjatok el a csatornámal, nézzétek meg a World War 3 videókat, és egy teljesebb képet fogtok kapni róla. De most szeretnék beszélni arról, amit mondtam abban a videóban, hogyha meg akarod venni a játékot, oké, vedd meg, de én azt javaslom neked, hogy még ne vedd meg, ugye mondtam volt abban a videóban, hogy még ne védjétek meg, és azért, mert megjelenés napján ezt a játékot, ezen a játékon 3 millió eurót kerestek a készítők. 3 millió eurót. Gondoljátok végig, hogy a közösségnek, a gamer közösség milyen, mennyire vágyik egy jól összerakott, hatalmas méretű multiplayerre, modern időkbe, 3 millió eurót kerestek vele. Több százezren vették meg a játékot, 24 euró csak a játék, több százezren vették meg a játékot, és én ott mondtam abban a videóba, hogy várjál, ne vedd még meg, mert most 3 millió euróval nagyon sok mindent kezdhetnek a készítők. És azt mondtam, vagy azt kezdik vele, hogy elköltik önmaguk, hogy is mondjam, szórakoztatására ezt a 3 milliót, és leszorják a játékot telibe, vagy ö, elkezdik kőkeményen fejleszteni, és ö, lássuk, hogy mit kapunk azért a pénzért, amit adtunk nekik. Két út áll a játék előtt, és a Fun 51, -a, mint készítőkön teljes mértékben rajtuk múlik. Úgyhogy most a készítők elő is rukkoltak egy roadmappel, hogy pontosan mikor és mit fognak behozni a játékba. Vegyétek figyelembe természetesen, egy kis stúdióról beszélünk, nem egy um, Frostbite Engine futtató Dice-ról, akiknek több száz alkalmazottja van, ezek jó, ha vannak tizen. És leraktak egy roadmap-et, ahol um, hogy is mondjam, uh, megmondják, megmutatják azt, hogy ezt fogjuk csinálni ebben az időben és ekkor. Tehát egy nyitott lappal játszanak előttünk, hogy ez a játék mit fog hozni. Kicsit megijedtem az elején, mert nem egy roadmapet hoztak valamikor egy pár hete, hanem leírtak, hogy jaj, nagyon köszönjük a támogatásotokat, és jaj, hogy ez a projekt milyen szükséget. Csináltak egy a ilyen köszönő levelet, ami hogy is mondjam, nagyon ilyen nem pozitív fogadtatás kapott azon a téren, hogy javítsátok ki a játékot, ne egy faszom levelet rakjatok ki arról, hogy ti mennyire hálásak vagytok. Igen, tudjuk, hogy hálásak vagyunk, de adtunk nektek egy csomó pénzt, és ne, nem egy levél kéne arról, hogy uh, a, mi történt eddig veletek, hanem az, hogy uh, ugye már uh, ki kéne talán javítani a játékot, mert kúrosok benne a bug és a, és a gameplay-t befolyásoló, uh, hogy is mondjam, rossz dolgok a, a, a játékban. És és akkor végre hát hallgattak a közösségre, eljutottak odáig, hogy kiadtak ilyen roadmap-et, ha fölmentek a World War 3-nak a honlapjára, akkor látok ott egy olyat, hogy roadmap, és az első update már is kint van, amire kaptunk Team, team Deathmash-t, és um, a Varsó, tehát mi az, hogy mondják magyarul, um, Lengyelországnak a fővárosát, a magyar Varsónak uh, ugye egy pálya részét megcsináltak TDM-be, és ez volt az első content, mondhatni úgy, ami bejött, ugye. Uh, mint content de azon kívül uh, hoztak be új uh, fegyvereket, egy új járművet, uh, különböző kozmetikumokat, mondjuk úgy, és hát ja, különböző javításokat, például animation, uh, javítások, a animation javításokat, mozgás animás, uh, animációkat behoztak. És ja, ez kellett már a játéknak, de ez csak egy rövid út. Aztán jönnek a következő a következő update-ek. És ezekre az update-ekre azt mondják, hogy télen 2018 és 2019 között, vagy 2019 teléig, vagy hogy lesz, azt nem tudom. Tehát a probléma, hogyha úgy tetszik, ezzel az egésszel, hogy nem, nem hagytok konkrét dátumokat erre a roadmapre. Tök jó, hogy csináltuk egy roadmapet, de ugye a roadmapeknek az a lényege, hogy egy dátumot raksz. Ekkor és ekkor lesz várható ez és ez a content. Azzal, hogy az ember nem csinál magának egy konkrét dátumot, hogy mikor lesz a, a content kész, azzal tudjátok mi lesz? Sosem lesz kész. Leginkább. Szóval, ha ők maguknak ott az irodában nem tűztek ki egy dátum célt, hogy mire, amire akarják ezt kivitelezni, ezeket az update eket akkor ezek ebből a szempontból kb. sose lesznek kész. Na most, a lényeg az, az első update már bejött, és olvasva végig a többi update-et, egy-két update be fog jönni még idén, mivel hogy olyan kozmetikumokat terveznek, ami karácsony témájúak, szóval valószínűleg idén még be fog jönni egy-két kozmetikum. A lényeg az, hogy a készítő egyelőre úgy nézzük, hogy tartja magát ahhoz, amit mondanak. 24 euró a játék, vagy 24 font a játék, 30 euró körülbelül. Megint csak azt mondom, hogy ez a játék jó, ez a játék érdemes játszani, ez a játék móka. Úgyhogy nem azt mondom, hogy rossz befektetés, de nagyon el kell tekintsél attól, hogy ez a játék nagyon bagós, és még nagyon kezdetleges, tehát early accessről van szó nem teljes a játék. Ha ezektől el tud tekinteni, akkor egy élvezetes játékod lesz teljes mértékben. E és meglátjuk, hogy a készítők mennyire és milyen gyorsan hozzák ki ezeket az update-eket, mivel hogy megvan rá a bevétel forrásuk, ugye, hogy ezt visszaforgassák a játékukba, esetleg új programozókat vegyék föl, és minél gyorsabban, minél többen és minél jobb kontentet tudjanak behozni. Hosszú után a játék előtt még mindig, de már, már látjuk az eredményét a pénzünknek, legalább egy új befektetés, legalábbis egy új patch -ként látjuk a pénzünket. Ugye, ahol adtak egy új játékmódot, egy nem új pályán, hanem a pályának egy részén, ami gondol, tehát így volt egyszerű és könnyű beimplementálni. Különböző bugfixeket, új fegyvereket és új kozmetikumokat, stb. Meglátjuk, Hölgyeim és Uraim, reméljük, hogy um, jól fog működni ez a játék, mert um, nem, tehát egy olyan játékról lehetne szó, amit folyamatosan updatelnek, nem az van, hogy évről évre kijön, tehát egy stabil, militári uh, témájú, modern témájú, modern fegyverek témájú játékot kaphatunk, amit nem évről évre adnak ki és újra, és új, és új, minden új, és újra meg kell venni, hanem nem, ezt egyszer kifizetett, és hosszú-hosszú távon fogják update és neked hosszú-hosszú távon nyújt majd egy játékélmény. Tehát mondhatni azt, hogy 30 euróért több évre való játékot veszel, mivel hogy ez a kiadó nem fog évről évre egy új World War 3 játékot kiadni, hanem ezt fogják update és ezért a jó. Ezt kellene csinálni már a Battlefield-el is, és ezt kellene csinálni a Call of Duty-val is. Egy játék Játék, kiadni és azt update folyamatosan, nem az, hogy évről évre újra megveszünk. Hajlamosabb vagyok én is kiadni mondjuk, ha egy Battlefield vagy Kodról lenne szó 10 eurót mindig az új kontentért, mint hogy faszom 50-60 eurókat évről évre kiadni, mert hogy szeretném élvezni az új kontentet én is, és az új játékot én is. Szóval ez a játék ezt kikerüli, és azért mondom azt, hogy értemes, megvásárolni, ha el tudsz tekinteni attól, hogy ez early access, és sok fejlesztés vár még rá, nagyon sok fejlesztés vár még rá, ahogy elnézem a, a roadmap-et a weboldalokon, egy jó pár update-et fognak kiadni. Srácok, ennyi. Ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet. Uh, ja, hát tetszett a videó, dobj egy lájkot, a véleményedet, te hogy tapasztaltad a játékot, megvetted, nem vetted, játszottál vele, hogy tetszett, mit vársz a játéktól, mit szeretnél látni a játékban, az ilyen apró dolgokat. Köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok! Mondjuk